Legyen úgy, mint régen volt. Legyen úgy, mint régen volt. Adjon Isten békességet, ezer áldást, reménységet, minden jót. Legyen úgy, mint régen volt. Legyen úgy, mint régen volt. Hogy ne legyen a magyarnak se dolmányán, se csizmáján soha volt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Tisztelettel köszöntöm Önöket Tetétlen Községi Önkormányzat nevében a magyar történelem egyik legszomorúbb napján, a trianoni békediktátum 96. évfordulója alkalmából tartandó közös megemlékezésünkön. Kérem Önöket, hogy közösen énekeljük el a himnuszt. Fülöp Hajnalka a polgármester asszony, hogy tartsa meg ünnepi megemlékező beszédét. Tisztelt emlékezők, hölgyeim és uraim! Emlékezni gyűltünk ma össze, emlékezni egy olyan 95 évvel ezelőtt történt eseményre, amely a magyarság nemzeti gyásznapjaként vonult be a történelembe, és amelynek nyomait még ma is érzékeljük. 1920. június 4-én országos gyász mellett a harangok egy órán át tartó zúgása közben írták alá a Versailles-ban lévő Kis Trianon nevű palotában azt a békeszerződést, amely a történelmi Magyarország feldarabolásáról döntött. Valójában ez nem szerződés, hanem diktátum volt, amely a többi vesztes féllel megkötött szerződéshez hasonlóan három rendelkezési körben tartalmazott súlyos büntetést és korlátozást. Az első és a legsúlyosabb az ország területének megcsonkítása, vagyis a határrendezés volt. A másodikat a jóvátétel kiszabása, a harmadikat pedig hazánk fegyveres erőinek korlátozása jelentette. A szerződés 35 ezer főben korlátozta a magyar hadsereg létszámát, megtiltotta a légierő és nehéz fegyverek tartását. A jóvátételt illetően a pontos összeg meghatározása később történt meg, 1923-ban és 200 millió aranykorona megfizetését jelentette. A diktátum legnagyobb jelentőséggel bíró részében mindenfajta hozzáértést, igazságos mérlegelést
vagy józanságot nélkülöző egyoldalú döntéssel, példátlan részrehajlással és nemzetünk iránti rossz indulattal csonkította meg hazánkat. Ezen a napon Párizsban verőfényes volt az idő, Budapesten pedig borongós és esős. Még az időjárás is a magyarokkal gyászolt. Trianon. Hogyan is ejtsem ki ezt a szót? Csak úgy halkan, suttogva, ahogy annak idején ezt kiejtették a jól bezárt szobajtók mögött, suttogva, hogy ne hallja meg a szomszéd, és nehogy feljelentést tegyen, éredent az összeesküvés miatt? Vagy ejtsem-e szót száraz tárgyilagossággal, hozzátéve azt, hogy kérem, ez a történelem, és a történelemben mindig a győzteseknek van igazuk, és mindig a győztesek diktálják a békefeltételeket. És ezek a békefeltételek a vesztesek számára nem lehetnek igazságosak. Vagy ejtsem-e szót elkeseredett dühvel és fogcsikorgatva? Kiáltsam fenn hangon, hogy nem, nem, soha? Trianon. Mondjam-e szót rezignáltan, és idézem a nagy erdélyi költő Székely János a Vesztesek című versének sorait, amiben már-már magyar fátumról szól. Nem, hölgyeim és uraim! Én itt sem suttogva, sem száraz tárgyilagossággal, sem fennhangon kiáltozva nem tudok beszélni. Juhász Gyula azt írta, nem kell beszélni róla sohasem, de mindig gondoljunk rá. Ez az egyetlen szó, hogy Trianon, magába foglalja a magyarság szenvedését, gyászát és megpróbáltatását. 1920. június 4-e és a Trianon kastély nemzetünk legnagyobb tragédiájának jelképévé vált. A történelem során a magyarok kénytelenek voltak számos csatát és háborút elveszteni, különböző idegen népek elnyomását és zsarnokságát, valamint a belső széthúzást elszenvedni, amelyek mind törést jelentettek a nemzet számára. Ezek a törések azonban az emberek áldozatkészsége és tenni akarása révén részben befortak. Tisztelt emlékezők! A megpróbáltatások, a szenvedések és a veszteségek mellett kiemelkedő szereppel bírt és bír napjainkban is a közösség és a közösséget alkotó emberek hozzáállása, tenni akarása és szemlélete. Nemzettudat, közösség és közösségi értékrendek. Mi magyarok Trianon után sem adtuk fel ezeket az értékeket. Nemzetünk és településünk jövője pedig rajtunk múlik. A közösségünkön és az összetartozásunkon. Egy közösség számára az összetartozás olyan, mint az egyén számára az egészség. Csak akkor tudjuk igazán értékelni, ha nincs, vagy már elfogyott. Arthur Schopenhauer német filozófus mondta, hogy az egészség nem minden, de egészség nélkül minden semmi. És a közösségi összetartozás sem minden, de lássuk be, hogy összetartozás nélkül minden semmit sem jelent. Ami kiemeli Trianont hazánk történetének tragikus eseményei közül, az, hogy az nem törést, hanem visszafordíthatatlan és pótolhatatlan csonkítás jelentett az ország számára. Trianon, szenvedés, gyász és megpróbáltatás. Emlékezzünk Trianon fájó sebeire. Az a nemzet, amelyik elfeledi a múltját, annak ingatag a jelene és bizonytalan a jövője. Aki nem tudja, hogy honnan jött, és azt sem tudja meghatározni, hogy hová tart, és akinek nincs öntudata, emberi méltóság tudata, az a legkiszolgáltatottabb. Amikor ma emlékezünk és gyászolunk, és megalapozzuk a jövő reményét, akkor töretlenül higgyünk a szeretet, az összefogás és az összetartozás erejében. Higgyünk abban, hogy mindig van holnap, mindig van cél, és mindig van remény. Köszönöm.
Köszönjük szépen polgármester asszony megemlékező beszédét. Most pedig következzen Gerda Hanga 7. osztályos tanuló előadásában Szent Mihályi Szabó Péter Trianon sebei című verse. Trianon sebeit az idő bekötözte, de a vér átüt még mindig a sebeken. Idegenek közöllöttek be a térre, ki fegyverrel érkezett, ki fegyvertelen. Aki fegyverrel jött, azt fogta a fegyver, aki fegyvertelenül, azt befogadtuk, fedéllel, földdel, szeretettel. Nem néztük, ki volt az anyjuk, az apjuk. Feledd el, jó magyar, jobb, ha feleded, hófötte hegyeid, kincses városaid, még a fejfákról is letörölték a neved, templomaidban más nyelven szól a hit. Mint gazdaki tősi házból kivertek, s megjelennek a rablók, fosztogatók, gyors leverik a címert s a keresztet, s a magyarnak bottal osztanak útravalót. Szomorú szívvel néz vissza a gazda, letérdel, megcsókolja ősei földjét, aztán csak porát szívja, sarát dagasztja, néhány régi írás, fakult kép az örökség. Trianon sebeit az idő bekötözte, de a vér átüt még mindig a sebeken. Régi gazdaként lépek a magyar földre, és szent szavait sosem feledem. Köszönjük! És most hallgassuk meg Jámbor Lajos bácsi előadásában József Attila Nem-nem soha című versét. József Attila Nem-nem soha. Szép kincses Kolozsvár, Mátyás büszkesége, nem lehet nem soha Olaország éke. Nem teremhet bánát, rácnak kenyeret, magyar szél fog fúni a Kárpátok felett. Ha eljöv az idő, a sírok nyílnak meg, ha eljöv az idő, a magyar talpra kell. Ha eljöv az idő, erős lesz karunk, várjatok testvérek, ott leszünk, nem adunk. Majd nemes haraggal rohanunk előre, vérkeresztet festünk majd a határkőre, és mindent letiprunk, az lesz a viadal, szembeszállunk mi a poklok kapuival. Bömbölve rohanunk majd, mint a tenger ár, egy cseppvérig küzdünk, s áll a magyar határ teljes egészében, mint nem is oly régen, és csillagunk ismét tündöklik az égen. Lobogunk, lobog, villámlik a kardunk, fut a gaz előlünk, hisz magyarok vagyunk. Felhatol az égi, haragos szavazatunk, hazánkat akarjuk, vagy érte meghalunk. Nem lesz kisebb hazánk, nem, egy araszsal sem. Úgy fogsz tündökölni, mint régen, fényesen. Magyar raunán, hegyen, egy kiáltás zúgát, nem engedjük soha, soha Árpád honát. Köszönjük szépen! És most megkérném a tisztelt jelenlévőket, hogy helyezzék el a megemlékezés koszorúját. Volt itt mindig, aki bátra szólt, mindig voltam nagyot álmodó, a nincsből is várat építő, az el nem csüggedő. Hány nagy gondolat és mennyi szív, ami századok múltán is tenni, most is új erőt ad és lelkesít, hogy nagyjá légy megint, bár csak értenénk a múlt intő szavát. Az égre vésett jelzést mi csak szívünk lát. Jöhet bármi, te mindig tud, hogy hánod itt le föl, a hömpölygő folyók, az erdők és mezők. Ez az otthonunk, itt kell élnünk, voltunk és jövünk, minden hozzáfűz, ám a bennük testetől, így lesz az örökké. Mennyi érzelem és szenvedély, mely a téli fagyban is visszatér, mindig új tavaszt vár és jót remél, hogy fel ne add, hogy élj. Nem a gyűlölet a gyávaság, csak a szeretet az, ami visz tovább, hogy szebb napokban is mindig lásd mások fájdalmát,
bár csak értenénk a múlt intő szavát. Az égre vésett jelzés, mi csak szívünk lát. Jöhet bármi, te mindig tud, hogy áldott itt a föl, a hömpölgő folyók, az erdők és mezők. Ez az otthonunk, itt kell élnünk, voltunk és jövünk. Minden hozzád hűz, álma bennünk testetől. És ha gyermeked azt kérdezné, miért vagy büszke rám, hogy miért szebbet állj bárminél. Tanítsd meg neki, hogy kötőjén kéne ki, hogy miért él bennünk a hűség, a síron túl is Kis Gábor, miénk lesz megint? Vágmenti Trencsén nagy éves hídja, Pozsony, Zoborhegy és a híres Nyitra, Zsolna, melyet a zsebrák megrabolt, ez mind magyar volt. Mind magyar volt. Tátrán a csúcs, hegyormány Lucfenyő, Hernád, mely hozzánk Rabhegyen lejő, hanvőrző kassán Don felett a hold, ez mind magyar volt. Mind magyar volt. Erdély, hol most bús kétség dobol, várad terén a Szent László szobor. Hadiváros, a Zila, a Karolt, ez mind magyar volt. Mind magyar volt. Szatmár mellett a szamorú szamos, a meggyalázott Sík és Aranyos, Petőfi csontjai, Kolozsvár, az Olt, ez mind magyar volt. Mind magyar volt. Szabadkán Szüzek fején a párta, Zomborban vígtánc, Zentán a várta, Bácskán a dal, a hajnalig dalolt, ez mind magyar volt, mind magyar volt. Vesztünk csak álom, rémes rút, lidérc, légy átkozott, ha menni és dúlni félsz. Állj őrt, ha óránk úgy tettek reint, ez mind magyar lesz, mind, mind magyar lesz, miénk lesz megint. Köszönjük szépen! Megemlékezésünk befejezéseképpen énekeljük el közösen a szózatot.
úgy, mint régen volt. Legyen úgy, mint régen volt. Adjon Isten békességet, ezer áldás reménységet, s minden jót. Legyen úgy, mint régen volt. Legyen úgy, mint régen volt. Hogy ne legyen a magyarnak se dolmányán, se csizmáján soha a folt.